Én szerintem azért velem könnyű dolgozni, mert én alkalmazkodó vagyok. Egyébként az életben is, a civil életemben is konfliktus kerülő ember vagyok, és könnyen alkalmazkodom, tehát elfogadom azt is, amit a rendező mond. Persze nyilvánvalóan, hogy van egy véleményem. Ez olykor egyezik, olykor nem egyezik, de azért egy színésznek az a feladata, hogy a rendező utasításait végrehajtsa. Az egy szerencsés dolog, hogyha a rendező nyitott arra, hogy a színész gondolatait befogadja, és akkor esetleg közösen ki tudnak találni egy olyan megoldást, amiben egy kicsit mind a kettejüknek igaza lehet. Nagyon-nagyon szeretem az operettet, nagyon szeretem a szubrett szerepkört, mert én is egy vidám, dinamikus embernek gondolom magam, és a gyermekkoromtól az édesanyám segítségével, aki rengeteg filmet nézett meg velem, rengeteg színházi előadásra jártunk el közösen, valahogy ő segített és terelgetett e felé, nem tudatosan, tehát ő nem szerette volna szerintem, hogy én színész legyek, de maga a színház szeretete az azért az anyukámnak köszönhető, és én a zenés műfajban nagyon-nagyon jól érzem magam. Szerintem fontos az, hogy az ember azon túl, hogy hogyan énekel, egy pozitív dolgot tudjon kisugározni, és a vidámságot átadni az embereknek, amire a mai világban nagyon nagy szükség van. Az is egy érdekes dolog, hogy ha megnézzük, hogy régen hogyan játszottak akár filmen, akár színpadon, akkor én mindig azt mondom, hogy volt egy ilyen nagyon kedves bája annak, ahogy egy hölgy a filmvásznon vagy a színpadon fellépett, megmutatkozott. Most már ez kezd kikopni, és sajnos a nők is agresszívvá válnak a színpadon is, és a civil életben is. Én ezt nem kedvelem, szerintem a nők maradjanak nők, helyesek, cukik, aranyosak, és én ebben a helyzetben, ebben a szerepkörben nagyon is jól érzem magam. Gyere, csókolj meg, szaporán kukicám, ha megfőztél most, meg a kételed át, különöm, hogy nincs gyerekem, csak sincs, aki már nem szeretett igazán. Gyere, csókolj meg, szaporán kukicám, ha megfőztél most, meg a kételed át, lőj a párom. A vígjáték az egy nagyon érdekes dolog, mert úgy képzelik talán az emberek, a nézők, hogy mondjuk egy próba folyamat is csupa öröm és kacagás. Valóban sok-sok vidám helyzetre van ilyenkor lehetőség, és nagyon jó egy vígjátékban dolgozni a kollégákkal. Ugyanakkor a vígjáték az nagyon, nagyon sok pontosságot, precíz munkát és nagyon jó tempót követel meg a színészektől, így nem feltétlenül arról van pusztán szó, hogy mi nagyon-nagyon jól érezzük magunkat egy vígjátékban, hanem bizony keményen kell dolgozni is. Nagyon-nagyon oda kell figyelnünk ahhoz, hogy a közönség jól érezze magát, ahhoz nekünk nagyon-nagyon komolyan kell azt a vígjátékot eljátszani. Horváth Lajos műsor szervez. Mit szól ehhez, Horváth Lajos üzletnek? A barátomat hívják így. Ja, meg téged? Hát a névrokonságon még nem hallottam. Mind a kettőket így hozom.
kiposztottad, csőrében pa, így keresztelte el minden gólya. Miért nézed a körmödet? Gyere ide, te félszerű! Miért lennék itt félszerű? Gyere ide, majd! Na miért nagyon szépen kérem, ez most komolyan mondom, hogy ne csináld. Nem teheted ezt meg a Lajos Majosnál. Nagyon szépen kérem. Szomszédasszony valószínűleg, ő akarja megöntözni az aranyalapot, megetetni a világot, a pénzét, nagyon szépen kérlek. Nagyon szépen kérlek, hogyha szeretsz. Nem szeretlek. Nem szeretsz. Jó, nem szeretsz. Így beszél egy okos nő, de hogyha valaha szeretnél, akkor nagyon szépen kérlek. Hidd rajt be, én mit kérlek. Ne csinálj botrányt, mindent megteszek, amit csak akarsz. Mindent. Esküszöm. Jó, mit kell csinálni? A Csiki Csuki az egy nagyon-nagyon különleges, több szempontból különleges előadás. Ugye az én férjem Gergely Róbert és Moravec Levente az író-rendező, ők régi jó barátok, és jelen esetben a Moravec Levente felesége alakítja a Robi feleségét. Én mind szerető vagyok jelen. Ugye ott van a Kárász Robi, akit azért a közönség egy, szerintem egy komolyabb oldaláról ismert meg a televízión keresztül, és bevallom, az első pillanatban én is egy kicsit izgultam, hogy milyen lesz a közös munka. Hát annyit tud bolondozni, és olyan aranyos és nyitott szívű, kedves ember, jó, nem azt mondom, hogy mindenkivel, de szerintem, hogyha ő valakit megkedvel, vagy elfogad, akkor ő abszolút egy olyan személyiségé válik az adott közegben, amiből aztán rengeteg jó kis helyzet tud kialakulni, nagyon-nagyon jó vele együtt dolgozni. Ha tetszik a mutatvány, kap egy csókot. Eladatú, de most nagyon kell figyelnie, mert most én ki fogom nyitni ezt a számzáros bűvésztáskát. És ehhez jöjjön, nagyon sok helyre van szükség, hiszen ez egy komoly mutatvány. Csiribi? Jut eszembe, tudja, hogy hívják az öreg bűvészt? Nem. Csiripá! Fókusz, tessék! Nyitva a táska, kérem a csókot! Tisztességes csókot, csak tisztességes mutatványért adunk. Az ott mi? Hát, ez egy kendő. És mit tud? Ez? Kérlek szépen, ez a kendő le tudja törölni az izzadságot. És homlokáról vinni. Gyere a csókot! Csók nincs! És más nem tud? De, hát ez egy nagyon buta kendő. Hát ez a kötél? Valóban jó szemed van. Ez tényleg egy kötél. És miért van rajta az a csomó? Hogyan már kérlek, hát ez csak egy volt csomó. Csiribi? Csiribá? Hókusz, pókusz, van csomó, nincs csomó! Hol van csomó? Látod? Ez az én specialitásom. Először csak úgy csetlek, botlok, nem sikerül egyik mutatvány sem. És később sem. De most figyelj! Csiribi! Csiribá! Hókusz! Pókusz! Volt csomó! Nincs csomó! Csomó! Vazzer! A Lili Bárónő a Dáma Diva produkció és a Gergely Teáter közös előadása, egy nagyszerű előadás, olyan csodálatos emberekkel, mint például Csonka Zsuzsa, Egyházi Géza, Balázs Andika, hogy csak párat említsek, és nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ilyen emberek között lehetek, és velük együtt játszhatom. Nagyon szeretem és tisztelem őket. Egy ilyen dologban benne lenni, részt venni, én azt gondolom, hogy egy kicsit minden embernek az álma. Ugye Clarice szerepét játszom, egy szubrett szerep, nagyon közel áll hozzám.
Egyáltalán nem mondom, hogy ez nekem hüde könnyen ment. Én azért sokat tettem és dolgoztam, hogy fejlesszem magam is. A gátlások, amik kezdetben bennem voltak, azon változtassak. Remélem, hogy ez sikerült, és ma már nagy örömmel játszok az egész országban, illetve a Karinthy Színházban is. Tetszeni akarok valakinek. És kinek? Azt nem mondhatom el, csak legyen elég annyi, hogy az illető szép ember, és itt áll mellettem. Most már valóban nem tudom, hogy kire gondolni. El kéne bújnom, mondjuk ide nem férek. Na. Mit gondol, el tud takarni? Én? Grófnő! Hogy maga milyen pikáns? Hogy gondolja, hogy pikáns vagyok? Csókom. Pám! Krisztina! Nem gondolja, kedvesem, hogy egy kissé pucér? Hát semmivel sem vagyok pucér, mint ön, kedves ágyáta. Hát a hölgyeim, maguk mind a ketten elragadóan pucér. Na jöjjenek, mondom az inkább helyet. Tessék helyet foglalni. Tessék. A Gergely Teáternek vannak felnőtt, illetve gyerekprodukciói is. A gyerekvonalat egy kicsit próbáljuk majd felfejleszteni, hogy még több előadás legyen, hiszen nagyon fontos, hogy a gyerekek már kicsikortól egy olyan színházi élményt kapjanak, ami aztán meghatározó és kedvet csinál felnőtt korukba arra vonatkozólag, hogy járjanak színházba, hogy a színházba járás öröm legyen, egy élmény legyen a számukra. A Csipke Rózsika az egyik mesénk, mese musicalünk, amit játszunk. Ifjabb Malek Miklós írta hozzá a zenét, és Tolnai Klárika, mint mesélő nagymama hangja jelenik meg a mesében. Én azt hiszem, hogy a szülők nagy örömére, hiszen ők tudják. A kicsikék viszont nem tudják, hogy ki ez a Tolnai Klári, de biztos, hogy ez a kedves, nagyon-nagyon aranyos hang, ez nekik is egy elragadó és egy jó élmény. A Bőrünk mese pedig egy olyan önálló Gergely teáteres produkció, amit az egész országban csak tőlünk láthat a közönség, hiszen ezt Gergely Róbert, Duba Gábor és Szolnoki Péter írta és rakta össze, írta, rendezte. Szolnoki Peti fantasztikus olyan zenéket rakott az előadásba, ami a felnőttek számára is élvezhető. Tulajdonképpen tele van a meses lágerekkel, és arról szól, hogy bizony jó dolog a gyerekeknek iskolába járni, és nagyon-nagyon fontos, hogy a fejünkben ne csak levegő és víz lötyögjön, hanem tudás is. A Császár új ruháját rendeztem is, és játszom is benne már nem sokáig, mert a cél az, hogy egy nagyon kedves kolléganő, Házi Anita vegye át ezt a szerepet. Bevallom, soha többet az életemben ilyet nem fogok csinálni, hogy rendezem is és játszom is, mert ez azért nagyon nehéz volt. Volt egy tervem, hogy én szeretnék megpróbálni egy gyerek előadást megrendezni. Olyan partnereket, olyan kollégákat választottam, akiket nagyon szeretek, és akikkel jól egymásra tudunk hangolódni. Viszont mivel nekem ugye a vége felé próbálnom is kellett, ezért bizony a férjem Gergely Róbert is a végén kellett, hogy jöjjön és segítsen nekem, mert nagyon nehéz feladat volt egyszerre felugrani a színpadra, de közben kívülről is ránézni az egészet, úgyhogy a következő mese az biztosan már csak és kizárólag rendezni fogom. Nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, és hát a Csipke Rózsikát azt már nem fogom játszani, mert úgy érzem, imádtam, szerettem, de most már ennek a korszaknak vége, és nagyon nagy örömmel látom azokat a fiatal kezdő, vagy pályájuk legelőbb
elején járó hölgyeket és urakat, akik ügyesek, tehetségesek, és szívesen vesznek részt a mesékben, mert azért nem csak a gyerekeknek élmény az, amikor elmegy a színházba és látja a mesét a színpadon, hanem színésznek is óriási élmény, amikor tényleg ezek a gyerekek örömmel, szeretettel élik meg akár a mesének az öröm részét, a drámai részét, ahogy náluk nem mint egy felnőtt embernél, hogy kontrolláltan történik a reakció, hanem egy-egy eseményre, hanem a gyerek egyből és azonnal kifejezi, hogy ő most ott van és átélte ezt a dolgot, ami történt. Például mondjuk egyébként a Csipke Rózsikánál, amikor megy föl a Csipke Rózsika a boszorkányhoz és vagy a gonosz tündérhez, és sikítoznak a gyerekek, hogy ne menj föl. És ez nagyon jó nekünk érezni, hogy a gyerekek együtt vannak velünk. Úgyhogy a jövő az, hogy a Gergely Teáter egyre több gyerekelőadást hozzon létre. A boldogság az engem elért, de talán azért is, mert az én boldogságom az nagyon sok rétű. Ezt úgy értem, hogy a színház az egy csodás és varázslatos világ, amiben jól érzem magam, de nagyon fontos és egyre nagyobb szerepet játszik az életemben a természet, az állatok szeretete. Nagyon fontos, hogy az ember közelítsen a természet felé, mert ott fogja megkapni azt a harmóniát, amit esetleg a munkájában mondjuk nem kaphat meg. Azért a színjátszás, a színészet az egy nagyon intenzív, bonyolult, összetett, és nem mindig ilyen rózsaszín szappan buborékokból álló csupa-csupa vidámság, hanem kemény dolgok is zajlanak ott, ami akár az ember lelkét is sokszor megviseli, és fel kell töltődni. Én úgy érzem, hogy boldog vagyok, és dolgozom is azon, hogy olyan ember tudjak maradni, aki minden napban talál valamit, ami örömet szerez neki, és ami mosolyt csal az arcára.